A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán ismét megrendezték a már hagyományossá váló ifjúsági egészségnapot, mely során a hallgatók egészségi állapotának felmérésén túl számos szabadidő eltöltési lehetőséget kínáltak. Ezt szeretnénk igazából minden fél évben legalább egyszer megcsinálni. A célja, illetve a mondjuk így a, igen, a program célja mondjuk így az a fiatalok egészség magatartásának, egészség kultúrájának a fejlesztése, illetve a szabadidő aktív eltöltésre való nevelési cél mondjuk így. Ezért van például itt a Boldogasszony sugárúti épületben a főiskolán ilyen vérnyomásmérés, vércukormérés, masszázs és minden egyéb ehhez kapcsolódó egészségügyi program, illetve a sportközpontban pedig mindenfajta féle olyan játék, amivel a fiatalok a szabadidőjüket aktívan eltöltik, és mondjuk akár még versenyenek is, például airsoft, paintball, kosár, illetve foci. Nézzük, milyen programok várták az érdeklődő embereket. A Juhász Gyula pedagógus képzőkar épületébe beérve első utunk a Tamási Áron klubba vezetett, ahol vérnyomásmérés, vércukormérés és fogászati szűrés fogadott minket. Megismerkedhettünk a Reform konyhával, volt még masszírozás és mellönvizsgálat is. Olyan kóros irányba elmehetnek a szájregon a folyamatok, hogy nem csak, hogy a teljes fogadatot el lehet veszteni, hanem ennél súlyosabb problémák is, betegségek előjöhetnek. Mindenképpen elsősorban a rendszeres szájápolás. Fogsejemmel minden, tehát nem csak egy alapos fogmosás, vagy egy alapos fogmosás, nem csak felszínes, felületes. És hát a másik, hogy fél évente fogorvos látogatni, aki tudja és idő meg tudja csinálni azt a problémát, ami esetleg előjön. Alapvető elsősegélynyújtási ismeretekről lehet felvilágosítani az arra érdeklődőket, tehát akik ide jönnek hozzánk, azok egyrészt az ambubabán kipróbálhatják az újraélesztést, valamint itt különböző sérülésekről, újraélesztésről prospektusokat kaphatnak, és feltehetik a hétköznapi életből adódó kérdéseiket is nekünk, amire igyekszünk válaszolni. Ezek után irány az egyetemi sportközpont, ahol a már megszokott játékok mellett új és különleges sportokkal találkozhattunk. Tehát volt foci, kosárlabda, paintball, airsoft, élőcsocsó, orjásdárc, tenisz és rodeobika is. A sportverseny legjobbjai értékes ajándékokat, tárgynyereményeket kaptak. A rendezvényen részt vett dr. Belső Nóra pszichológus is, aki személyes tanácsokkal látta el a résztvevőket.
táplálkozási zavarokon értjük az anorexiát, a bulimiát, illetőleg vannak mostanában újabb keletű táplálkozási zavarok, nagyon komplex jelenségek. Általában a családból hozza azokat a pszichológiai tényezőket az illető, amelyek aztán meleg ágyát képezik ezeknek a zavaroknak a kialakulásában. Általában a túlzott megfelelni akarás, a nagy elvárások, a szülők rideg magatartása, a túlzott kritikussága mind-mind ide vezethetnek. Rendezvény sikeres lett, hiszen itt majdnem, hogy 400 ember vett részt a vércukor, illetve vérnyomás méréseken, és kint is hasonló létszámmal vettek részt a sportversenyeken, tehát ezek szerint van rá kereslet mondjuk így a fiatalok körében. Figyeljünk magunkra oda, próbáljunk egészségesen élni, hiszen ez a hosszú élet titka.